Megkerült az ellopott kerékpár, sőt, 5 másik biciklit is találtak a rendészek. Adatszolgáltatás a NAV felé, minden vállalkozót érint a júliustól életbe lépő szabály. Az év borásza volt a vendég, ismét találkozhattak a Halasi Borklub tagjai. Védik a gesztenyéket, a napokban kerül sor a fák permetezésére. Köszöntöm Önöket, péntek van, ezek pedig a Halas Televízió legfrissebb információi. Megvan a kerékpár tolvaj, a keresett bicikli, sőt még 5 másik kerékpár is. Az önkormányzati rendészet munkatársai találták meg azt a fiatalembert, akit kerékpárlopással gyanúsítanak. Legutóbb a Sziládi Gimnázium udvarából tulajdonított el egy kerékpárt, ám több kamera is rögzítette, hogy a tettes elkerekezett. A rendészet munkatársai megtalálták a gyanúsítottat, valamint a kerékpárt is. Ráadásul még 5 másik bicikli is a helyszínen volt, amelyek tulajdonosait beszeretnék azonosítani. Mindenről a rendőrséget is értesítették, tudta meg a Halas Média. 4 városatya kért és kapott szót a tegnapi képviselőtestületi ülésen a napirend előtti felszólalásoknál. Voltak, akik a vírushelyzet kapcsán osztották meg gondolataikat, de a kiskunhalasi gazdasági élet fejlesztése és egyéb aktuális témák is szóba kerültek. A csütörtök délutáni képviselőtestületi ülés elején ismét lehetőség nyílt napirend előtti felszólalásokra. Elsőként dr. Skribanek Zoltán szólalt fel, a veszélyhelyzet időszakára tekintett vissza. Az első gondolata koronavírus járvány kapcsán a megemlékezésé. Megemlékezés arról a közel 600 magyar honfitársunkról, akik életüket vesztették, és a részvét a gyászoló családoknak. A második pedig a köszönet mindazoknak, akik a válsághelyzet eredményes kezelésében, leküzdésében részt vettek, az egészségügyben és szociális szférában, az oktatásban, a rendfenntartásban, a lakosság áruellátásában, a közigazgatásban dolgozóknak és az önkéntes segítőknek. Köszönet illeti tulajdonképpen a teljes magyar lakosságot, hiszen a magyar társadalom egyik napról a másikra életmódot tudott váltani, és a többség rendkívül fegyelmezetten betartotta a kormány védekezési intézkedéseit. Harkai Péter aktuális kérdések címmel osztotta meg gondolatait. Milyen zászló van fenn az ország zászlón? Mert az Army zászló szerintem az, hogy föntről kezdve piros, fehér, zöld, itt meg fúj a szél, akkor zöld, fehér, piros. Tehát én nekem az a javaslatom ezt az ország zászlót, hogy cseréljük ki normális állami zászlóra, bár megengedett ennek a használata is, de azért csak egy trianoni, csak egy állami zászló. Nem tudom, hogy publikus, többen kérdezik, hogy a Halas TV igaz-e, hogy kiköltözök innen a városházából. Köszönöm szépen. Zászlóra azt tudom mondani, hogy ha ez a zászló nem az, ami kell, akkor lehet ezen változtatni. Hát a szél fújja a zászlót, ez előfordul, hogy kifordítja, és ahonnan nézzük, onnan nem azt az arcát mutatja, amit szeretünk, de ez már csak ilyen. Halas Televízió kapcsán, igen, a hír olyan formán igaz, hogy ez itt korábban étteremként üzemelt, és szeretnénk, hogyha újra ennek a funkciónak adhatna otthont ez a hely. És ezzel kapcsolatban tettünk lépéseket, próbálunk új helyszínt találni a televíziónak, és megpróbáljuk visszaállítani a régi funkcióját annak, ami korábban is volt ennek a helyszínnek. Szabadi István a járványidőszakkal kapcsolatos tapasztalatairól számolt be, és mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek embertársaikon. A magam nevében és a Mi Hazánk Mozgalom nevében is köszönjük szépen a polgármester úr és az önkormányzat és az önkormányzatban dolgozók munkáját a járványidőszak alatt, hiszen meggyőződésünk, hogy ha valamikor, akkor most meg lehetett mutatni azt, hogy ki hogyan gondolja a világot, és hogyha bajba kerülünk, akkor a legfontosabb az, hogy megvédjük egymást, és ilyenkor semmi vitának és semmilyen politikai nézetnek nincs itt a helye. Kuris István László alpolgármester gazdasági szemszögből közelítette meg a mögöttünk álló hónapokat. A koronavírus járvány egészségügyi következményeinek enyhítése mellett a gazdasági hatások kezelését is a legfontosabb feladatok között kell említeni. Magyarország kormánya Kiskunhalasról is tervezett, ránk is gondolt, amikor a versenyképességi programot kidolgozta.
A Merbau Kft. 287 millió forint költségvetési forrás kap Magyarország kormányától, a Térváz építőipari Kft. 149 millió forint kormányzati támogatást nyert el. A két cég munkája számos más kiskunasi vállalkozással együtt példaértékű, fejlődő és ezáltal versenyképes. A kormány az ő támogatásukkal Kiskunhalast támogatta, hiszen mindkét vezetőség az összeget helyi fejlesztésekre költi, ezáltal a munkájuk gyümölcséből a város egész közössége nyerni fog. A képviselőtestület ülés további napirendi pontjairól jövő heti hírösszefoglalóinkban számolunk be. Július 1-e fontos határidő a vállalkozók számára. Innentől minden vállalkozónak adatot kell szolgáltatnia a kiadott számlákról az adóhatósághoz. A NAV online számlarendszerébe kell feltölteni a számlaadatokat. Folyik a munka a könyvelésen, a vállalkozóknak pedig új szabályhoz kell igazodniuk. Július 1-től bővül az online adatszolgáltatási kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy innentől minden vállalkozónak, minden belföldi adóalanynak kiállított számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére. Legelőször is regisztrálni kell az online számla felületén, ez egy online felület, amelyhez ügyfélkapus regisztrációval rendelkezni kell, de ugye ez minden vállalkozónak már van, ha itt felregisztrált, akkor utána kell dönteni az mellett, hogy ő kézi számlát szeretne továbbra is kiállítani, vagy már számlázó programot használ. Utóbbi esetében azért jó, mert ott automatikussá tud válni az adatszolgáltatás, még a kézi számla esetében minden a számlán szereplő adatot manuálisan fel kell rögzíteni, ami óriási teher. Főleg azoknak a vállalkozásoknál, ahol nincs adminisztrációs munkakörbe foglalkoztatott létszám, illetve azoknak az idősebb vállalkozóknak okoz ez problémát, ahol nem használnak rendszeresen számítógépet. A megnövekedett teher miatt több ilyen ügyfelünk jelezte, hogy fontolgatja, hogy esetleg meg is szünteti emiatt a vállalkozását. A könyvelő irodák is próbálják segíteni a vállalkozókat az átállásban. Ez az iroda például még oktatást is tart a témában. A vállalkozóknak azt javasolják, hogy a határidőre próbáljanak megfelelni az új szabálynak. Ezzel a ezzel az adatszolgáltatással az adóhivatalhoz be fog futni minden adat. A másik oldalról pedig bemennek az áfa bevallások, tehát hogyha itt a kettő nem fog stimmelni, az viszonylag gyorsan ki fog bukni. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és még most kezdjék el, mert most szeptemberig van egy türelmi időszak, ami nem arra vonatkozik, hogy ezen időszak alatt ne jelentsük a számlákat, hanem ez arra szolgál, hogyha esetleg kicsit késünk a határidőből, vagy nem pontosan jelentjük le, akkor itt még nem fognak büntetést kiszabni. Az online adatszolgáltatáson kívül egyéb változások is lesznek. Ami még változik, az illetéktörvény módosítása következtében ajándékozás és öröklés esetén a testvérek között is illetékmentesség lesz. Ez eddig csak a gyermek, szülő, nagyszülő vonatkozásában volt így. Még a TB törvény fog változni, össze fog olvadni az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjbiztosítási járulék és a munkaerőpiaci járulék. Egy kulcsos járulék lesz, a mértéke megegyezik a korábbi mértékével, 18,5% lesz. Viszont egy nagyon változás, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén legalább a minimálbér 30%-a után meg kell fizetni a járulékot, ez most 48.300 forint. Ezt akkor is, hogyha ennél kevesebbet érnek el. Bár most olvastam tegnap, hogy lehet, hogy ezt a határidőt szeptember 1-ig kitolják, úgyhogy ezt még nem tudjuk, mert nem fogadták el. Egyenlőre úgy tűnik, hogy ez is július 1-től hatályossá válik. Aktuálissá vált Halason a gesztenyefák permetezése. Erről egy közleményt is kiadtak. A Halasi Városgazda ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy Kiskunhalas belterületén június 27-e és július 15-e között egy vállalkozó végzi el az utcai gesztenyefák éjszakai növényvédelmi permetezését. A permetszer méhekre nem veszélyes, vizekre viszont kifejezetten veszélyes. Munkaegészségügyi várakozási idő nincsen, az élelmezés egészségügyi várakozási idő 21 nap áll a közleményben. Több hónapos kényszerszünet után ismét borkóstolóval egybekötött programot tartott a Halasi Borklub. Ezúttal Koch Csaba, a 2019-es esztendő év bortermelője volt a vendég. A rendezvénynek ezúttal is a végkúria adott otthont.
Ismét palackot bontottak. A koronavírus veszély miatt több hónapig szüneteltek a Halasi Borklub kóstolóval egybekötött programjai. Ám most újra találkozhattak a borkultúra iránt érdeklődők a Végkúriában. Ez a három hónapos megszakítás, ez mindenki számára hát nem elfogadható állapot, mert mindenki szereti a bort kóstolni, ismerkedni. Így tulajdonképpen négy esemény maradt el. Ebből most egyet megpróbálunk visszahozni, és majd július-augusztusi szünet után szeptemberben folytatjuk. A borászok próbálták a veszélyhelyzet idején is tartani a kapcsolatot az érdeklődőkkel, de az más volt, mint a személyes találkozások. Bor értékesítésnél a helyből értékesítés az egy jelentős. A fogyasztókkal való személyes kapcsolat az meghatározó. Hát ez a három hónap ebbe kimaradt. Voltak virtuális próbálkozások, amit tudtak a kollégák megtettek, és nagyon várták már azt, hogy újra személyesen tudjunk találkozni. Mert szóval a borról virtuálisan beszélgetni, virtuális borkóstolót tartani nem épp egy szerencsés megoldás. Az ültetvényeken a veszélyhelyzet idején sem állt a munka. A sok eső pedig eddig nem okozott problémát, mondják a szakemberek. Szőlő egy nagyon mélyen gyökerező növény. Tehát ezt a rendkívüli vízhiányt, ami a Duna-Tisza közén van, ezt azért még a szőlő úgy, ahogy átvészelte. Ez a nagy mennyiségű csapadék meg a homokon nem okozhat problémát. Tehát probléma nekünk az ilyen 2010 volt, amikor egyes ültetvények vízbe kerültek, nem okozhat ez problémát. A növényvédős kollégáknak meg ad munkát, azt meg kell oldani. A borklub előadója ezúttal Kós Csaba, 2019-es év bortermelője volt. A vírus helyzet miatt nem volt olyan túl sok rendezvény, de előtte és most azóta rengeteg helyre hívnak, rengeteg enni kíváncsiak ránk, kíváncsiak a borainkra. Én azt gondolom, hogy ez mind a régiónak, mind a hajósbai borvidéknek nagyon sokat hozott, hisz az emberek figyelme mindenképp ráterelődik az alföldi borokra újra. Nagyon szeretek borkóstolókra járni, mert igazából ide olyan emberek jönnek el, mert igazán érdekel a bor, és érdekel, hogy mit csinálunk. Tehát nagyon jó olyan embereknek beszélni az ember munkájáról és életéről, akiket ez komolyan érdekel. És igazából a borászok, ahogy mondjam, a borminőség csak a fogyasztókkal együtt tud fejlődni. Tehát a fogyasztók igényei, ahogy, és az ízlésük, ahogy fejlődik, és egyre magasabb szintet ér el, úgy tud a borász is egyre jobb és szebb borokat készíteni. Kós Csaba beszélt a borászok összefogásáról is. Igazából csak összefogással és egymás segítésével tudunk előbbre jutni, mert Magyarország határa nem hegyes halom ma már. A világborászattával kell versenyezünk, nem pedig itt az orrunkig látva egymással tusakodni és gáncsoskodni. Sokkal fontosabb, hogyha összefogunk és kéz a kézben megpróbálunk mind Magyarországon, mind pedig a világpiacon sikeresek kiválni. Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek főünnepére és a templombúcsúra készülnek a Halasi Alsóvárosi Katolikus templomban. Június 28-án vasárnap 16 órakor Bábel Balázs érsek tartja a nagymisét. A plébánia közlése szerint az érsek elhozza az egyházmegye alapítójának, Szent Asztrik érseknek az erekjéjét, ami később az új oltáron kap majd helyet. A templom jubileumi 250. évének búcsújára várják a híveket és az érdeklődőket. Június 29-én lesz a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. Halason a Városháza utcában jövő hétfőn 17 órakor tartják a megemlékezést. A múzeummal szemben a Városháza épületének sarkánál tavaly ilyenkor avatták fel az emlékhelyet Szabó Áron szobrászművész bronz domborművét. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította június 29-ét, Péter Pál napját, a betakarítás kezdetét a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává. A legrangosabb bajnoki sorozatban, a Szuperligában szerepel idén a Halasi Teniszklub csapata. A tavalyi első osztályú bajnoki cím megszerzése után ebben a szezonban már a legjobb magyar teniszezők között méretik meg magukat. A sorsolás szerint az első mérkőzésre hazai pályán kerül sor, mégpedig szombaton 11 órától. Ellenfél a Siófok csapata lesz, a halasiak számítanak a sportbarátok biztatására. Most pedig jöjjön egy-egy mondatban mai híradónk legfontosabb témakörei.
Megkerült az ellopott kerékpár, sőt, öt másik biciklit is találtak a rendészek. Adatszolgáltatás a NAV felé, minden vállalkozót érint a júliustól életbe lépő szabály. Az év borásza volt a vendég, ismét találkozhattak a Halasi Borklub tagjai. Védik a gesztenyéket, a napokban kerül sor a fák permetezésére. Kedves nézőink, péntek esti hír összefoglalónkat látták. Ha tehetik, tartsanak velünk az elkövetkező percekben is, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, aztán a napi mozaikban Anda Péter előadásában hallgathatják meg a Furulyás Palkó című mesét. Én ezzel köszönöm meg ma estére megtisztelő figyelmüket, hétfőn este 7 órakor hozzuk majd a legfrissebb híreket, addig is figyeljék a hétvége során weboldalunkat a halasmedia.hu címen. Jó pihenést kívánok mindenkinek, viszontlátásra!